Nem mindegy. Jó. De most kell egy internetről van, nem? Hát, a legkevesebb. Építették most itt a hálózatot, most hadd megássa net. Figyelj, jövő héten szombaton lent leszek, biztos. Átmegyünk. Átgondoljuk a dolgokat. Átgondoljátok, megbeszélitek itt, és akkor... Átmegyünk egyet horgászni. Gyertek át horgászni, és szombat, figyelj, és szombat reggel jövök le, egy kis bográcsolást akarok, vagy ilyesmit, egy kis... Voltál te bent a faházakban? Hogy? Mert a legutolsó faház, ami majdnem már tudod a izé. Igen, ott, ternes mellett igen, van. Igen, ott igen, csúcsunk. Macis takaró, hát kis párna, talicska. Benéztem, egyébként még ma is benéztem, de nem láttam semmit. A talicska. Semmi szörny nem volt benne, semmi izé nem volt benne. Meg ilyen izék, csak tudod, itt néha kurva jól jönne a talicska. Meg a macis takarót akarom a Bear Collection, és a gyereknek letenni, amikor kertbe vagyunk, az már olyan az a takaró. Meg a két kis párna. Nem tudom. Én ilyet közövete, hogyha van egy fűnyíró traktor, amit ilyen 300 és már meg lehet kapni. Milyen ilyen napanyíró a szület? Az. Ő ezt így megmondta. Hát jó, hát ez az, hogy egy ilyen fűnyíró traktor 300 Van egy fasza benzines, aminek az a rendes nagyfejű, nem arra a kis postalicskára gondolok. Igen, csak tudod, itt az egyik probléma hozza a másikat. Nem elég, hogy az ember 300 ezeret kiad egy izére, egy kurva fűnyíróra, az is fájú egyébként. A fogyasztással. Nem, az a legkevesebb, de hogy itt hagyni télen, vagy mit tudom én, amikor így zárva, tudod, valaki fölül rá, szeretne, azt tudod, mikor 300 ezeret. Télen át kell hozni ide. Attól buta is kapnál. Hogyha megbeszéljük a dolgokat, kamera, Bluetooth. Tényleg a lobó megvan még, vagy lenne? Megvan. Csak most lent van a gyurinál, most ma én sem láttam, lent van a gyurinál, mert... Szóval azért, hogy nem egy olyan lobó kutya kell oda, hanem... Még jó az a lobó, nincs a valóban. Ismerik már. Nekem az a fújom, tudod? Aha. Ez a festékfújom. Pillanatok alatt. Ez kézzel is pillanatok alatt lehet festeni. Hát tudom, de egyszerűen... mindenki van ez a... Érted, nehogy manevrizáljunk. Van, most kell, én a lobóval úgy vagyok, hogy aranyos meg minden, de azok, akik ott, nem tudok egyáltalán. Nem, jó. Minket elkísért a lobó, nem egyszer. Szerintem nagyon jó kutya. Mert a szeretacskó. Én szeretem a lobót. Hanem azok, akik ismerik a lobót. Igen? Azok be tudnak menni. Igen, de csak azok ismerik a lobót, akik rendszeresen oda járnak, vagy akik idézőjelben megbízhatóak. Ez az idézőjel, ez nálam mindig ott van. Ha emlékezik, aki jött vágni a kutfernek a csóka, hát úgyhogy géppel jött és nem mert bejönni. Na, az. Milyen kutya kell idézőjel? Mert innen még nem tűnt el egy ízés egyébként. Nem tudok róla legalábbis, hogy elmondom róla. De én azt gondolom, hogy ez a lobo ez elég jó kutya. Na jó van. Elmentem. Jó, és akkor szombaton én itt vagyok, már reggel jövök, és akkor várom. Annyi, akkor mi megyünk reggel már valamikor délelőtt. És mondom, egy ilyen bográsolunk egyetnek, ahogy itt gondolhatunk át.